Minden település törekszik rá, hogy a fejlődés érdekében forrásokat megragadjanak, így tesz Magyarkeszi önkormányzata is, ahol az elmúlt időszakban számos beruházás készülhetett el különböző pályázati forrásokból. Mindkét iskola épület megújult topos energetikai pályázatból, ami nagyon kellett már, és tényleg nagyon szépre is sikerült, és hál' Isten még a gyerekek is tudják birtokolni, mert vannak még. Azon kívül Magyarfaluból sikerült a fogorvosi szolgálati lakást elkészíteni, felújítani. Most éppen a önkormányzat épületét újítjuk föl. Magyarfalus forrásból volt, vagy van, és a fűtés korszerűsítés, ajzatcsere, ajtók cseréje, festések, lesznek új bútoraink. Mióta az önkormányzat van, azóta ezeket a bútorokat használták meg, ez a fűtésrendszer, úgyhogy már nagyon ránk fért, hogy az is végre felújuljon, megújuljon, mert most már majdnem minden épületünk megújult a Magyar Falu kapcsán. Az önkormányzati hivatal épületének korszerűsítésére 35 millió forint állt rendelkezésre, és az épületek felújításán felül pedig egy sok települést érintő probléma is megoldódott az utóbbi időszakban Magyarkeszin, közel 400 millió forintos KEUB forrásból. Tavaly zajlott le ez az ivóvíz minőségjavító program. Nagyon sok mindent csináltak, ami a mi kérésünk volt, az a csőcsere a főutcán, mert ott állandó felbontások voltak, mert állandóan csőtörések voltak, úgyhogy ezt sikerült megoldani. Talán azóta nem is volt ilyen gondunk. Felújult lent a vízház új berendezésekkel. Először furcsa volt a víz mindenkinek, más volt az íze, mással tisztították, de most már szerintem mindenki megszokta. A Magyar Falu program jutott a lehetőségeket felhasználva, újult meg a falu legkisebbjei által igénybe vett intézmény az óvoda is, melynek korszerűsítése kívül belül megtörtént. A Magyar Falus és a Keopos falások mellett a Líder nyújtotta lehetőségeket is kihasználja az önkormányzat. Ott jártunk oda, az utolsó simítások folytak az újonnan kialakított kis parkban, melyre 5 millió forintot nyert a település. Ez a terület, ez egy kicsit olyan vizes is, és ott régen egy ilyen kis erdőszerű gondozatlan rész volt, és kipucoltuk, önkormányzat élet a terület, kipucoltuk, és nem tudtam mást oda elképzelni, mint egy nagy virágos kertet. És úgy tervezte a kertész, hogy minden évszakban, tavasztól őszig ugye mindig nyíljon valami, úgyhogy biztosan nagyon szép lesz majd. Majd az önkormányzatnak kell gondozni, mert körbe fű van, úgyhogy remélem, hogy mindenki nagyon vigyáz majd rá, és megóvjuk. Magyarkeszin a zöld területek karbantartására a közmunkaprogram egy nagyon jó lehetőség. Vannak közmunkások, van egy csapatunk, heten vannak, akik térkövet gyártanak most. Eddig lapokat, ilyen, amivel árkokat béleltük, azokat gyártották, és most térkövet, még vannak járdáink, ahova be fogjuk ezt majd építeni a következő évben, meg van egy lánycsapat, aki a kertészeti munkát csinálja, vannak belterületi telkeink a faluba elszórva, és ott gazdálkodunk, zöldségeket termelünk a konyhára. Én szerettem volna a csapadékvíz elvezetést a főutcára, de most egy szinten megelőzött a KPM pályázata, és jó is így, mert én nem is tudtam volna pályázni az ő árkaikra, és így most a felújításuk kapcsán, ami most egyelőre csak a falu közepéig ér, de én nagyon reménykedem abban, hogy ez megy majd tovább, mert akkor a fele főutca még vissza van. És hát az ígéret az volt, hogy Felsőnyékig megy ez a felújítás. A közintézmények közül a Művelődési Ház energetikai fejlesztése van vissza, melyre a TOP Plus kereteim belül pályázik majd Magyarkeszi.